Kevesen tudnak helyesen megöregedni. Ezzel a gondolattal kezdte beszédét dr. Semsey Imre gerontológus szakember és a Debreceni Egyetem egészségügyi karának dékánja. Szerinte az öregedést odafigyeléssel le lehet lassítani, ehhez próbálnak jó tanácsokat adni a szépkorúaknak a 6 előadásból álló sorozaton. Érdeklődés van, tehát épp ez volt a célja ennek az egész akadémiának is, hogy van itt egy olyan térség, ahol ez egy fehér folt ilyen szempontból, tehát mi azért próbáltuk ezt megindítani, hogy itt is vannak olyan emberek, akik nagyon érdekel, még idősen is, hogy mi az, amit én tehetek azért, hogy nekem ez az időskorom jó és szép legyen. Az előadáson az is elhangzott, 4 terület befolyásolja az öregedés folyamatát, a genetika, az életmód, a gondolkodásmód és a társadalom. A szakemberek szerint idősebb korban is fontos odafigyelni a táplálkozásra, a fizikai és szellemi aktivitásra. Az emberek döntő többsége tudja, hogy mit kellene csinálnia, csak nem csinálják. Tehát arra próbáljuk őket rávenni, hogy ez a dolog jó, ennek eredménye van, és ezért hosszabb ideig, mint az átlag tudnának élni, illetve egészségesen. Tehát a két dolog ez, hogy egyrészt milyen hosszú, másrészt annak milyen a minősége. És nagyon nem mindegy, hogy igaz, hogy hosszú ideig él az ember, de az nem jó. Ha már hosszú ideig él, akkor legyen betegségektől mentes, és legyen olyan az élete, amit az ember szeret élni. Tehát ez lesz a témája az előadásnak. A Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiájának ez már a második előadása volt, a tapasztalatok szerint a szakemberek jó tanácsaira sokan kíváncsiak, a megye több településéről is érkeznek érdeklődők.